Dala József és Barta Zoltán festményeiből nyílt kiállítás a régi kis templomban. A portrék és tájképek mellett csendéletet és épületeket ábrázoló alkotásokat is láthatunk. A Matyó Fesztivál hét keretében június 24-én rendezett eseményt Kis Mátyás, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének elnöke nyitotta meg. Beszédében egyebek mellett a művészek életét és munkásságát méltatta. Hangsúlyozta, hogy a kiállított alkotásokon keresztül felidézhetjük és megismerhetjük a korabeli mezőkövesdet, illetve a magyarok életét, kultúráját. A megnyitón közreműködött Mozerné Horga Stefánia, a Városi Zeneiskola vezetője, valamint Vajdáné Pázmándi Judit, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagja. A tárlat 2-től csütörtökig 10 és 16 óra között látogatható.